Mindkét meccsen végig játszottam a találkozót. Az első Bicsk elleni volt ugye a debütálásom a felnőtt bajnokságban. Én úgy gondolom, helytálltam, fel tudtam venni a ritmust. A második meccsen pedig ugye a rutinos kerület ellen játszottunk, akik ellen az első fél időben még nem tudtuk fölvenni a ritmust, de a második fél időben mindenképp helytáltunk, és meg voltak a helyzeteink arra, hogy akár ki is egyenlítsünk, vagy fordítsunk a meccsen. Ugye a harmadik kerület keretét nagyon rutinos játékosok alkották, mi pedig nagyon fiatal keret vagyunk, és ez meglátszódott szerintem, de mind fizikailag, mind gyorsaságban fel tudtuk venni a versenyt, úgyhogy szerintem ez volt az egy tény, az, ami különbséget tett. Mindenképp a csapatnak fel kell állnia úgymond ebből a vereségből, és egybe kell lennünk. Csapatként tudunk nyerni a Nagykanizsa ellen, és mindenki a győzelemre fog hajtani. A meccs után egyből megyünk be a válogatottba, majd hétfőn utazunk Csehországba. Valószínű, hogy az utána lévő fordulóban nem tudunk itt lenni, sajnos, de én úgy gondolom, hogy a csapattársaimmal együtt ezt helyre tudjuk rakni a fejekben, és nem fog megzavarni minket.